Dedukál oldalra. Thank you.
Kapcsolódtunk. Ajka András ide a mérkőzésre, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Olánál a labda. Tovább passzolja. Kijátszák szére. 10. perc. Ajka András ide 0-0. De egyébként abszolút nyom az ajkai együttes. Szurkolók is szép számmal érkeztek ki erre a mérkőzésre, most pedig egy labdavesztés, amelyből a kékmezesek meg is indulhatnak, azaz az András idaiak. Szabálytalanság, lap nem jár érte, úgyhogy most szerencséje volt a fehérmezes ajka játékosnak. Kezdők egyébként a következőek András Hidai részről. Círják, Horváth Tóth, Simon Falvi, Rózsa, Kalamár, Arsai, Bajló, Bíró, Szabó, Nagy, vezetőedző Dobos Sándor, még ajkai részről pedig a kapuba Balog, Olá, Nagy Krisztián, Horváth Péter, Köles János, Csemer Gyula, Nagy Erik, Keresztes Krisztián, Csizmadia, Pákai, Csaba Dániel, Keresztes Krisztián és Csaba Dániel, téli szerzemény, mind a kettő játékos egyébként 2000-es születésű. Keresztes Krisztián 15-ös messzámba található, ő az Illés Akadémiáról érkezett, közben a 16-os előterében elszalasztott lehetőség. Csaba Dánielt pedig a Honvédtól szereztük meg, a Magyar Futball Akadémiától. Ő egyébként NB3 középcsoportjában már szerzett gólt ebben az idényben, egész pontosan a kecskeméti csapat ellen. Játékvezető egyébként Zám Zsolt, Bognár László, segítő és Révész Csilla partjelző. Balog. Az ajkai csapat ugye úgy lép pályára itthon, hogy már biztosan ők lesznek az NV3 nyugati csoport bajnokai. Az András Hida pedig egyébként a 16 csapatos bajnokság.
utolsó helyén áll, és majdnem, hogy összejött a vezető találat, ám erre még várni kell a 14. percbe. Nagyon jó indítás követően nem is került megszerezni a vezetést. Círiáki nála labda. Hát az Ajka, mint mondtam, megnyerte a bajnokságot. Múlt héten a BKV előre otthonából biztosította be, amikor ugyanis 3-0-ra nyertek Schindler Szabolcs fiai. 26 mérkőzést követően 20 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség eddig a mérlege az Ajkai együttesnek. 77 gólt lőttek és 14-et kaptak. Úgyhogy mindenféleképpen megsüvegelendő szöglettel jönnek az alamegyeiek. Az András Hida pedig ugye 16. 6 győzelem, 6 döntetlen és 14 vereséggel. 26 gólt lőttek és 40-et kaptak. 24 ponttal tabella utolsó helyét foglalják el. Kékmezeseknél a labda, távoli lövés, elakad egy ajkai védőbe, és támadást próbálnak megindítani az ajkaiak. Nagyon rosszul pattog a labda, de Olá beéri, Olá, lepasszolja a szélre, nem jó. Egyébként nagyon fúj a szél itt a helyszínen, az is közrejátszhatott ebben. Ebben a pontatlan labdával. De egyébként attól, hogy az András Hida az utolsó helyen áll, nem kell őket lenézni, tehát mindenki tudhatja, hogy itt az utolsó 3-4 fordulóban ilyenkor mindenki minden erejét beletesz, hiszen senki nem akar kiesni. És mint a megsebzett vad, hajtani fog ezerrel az András Hida. De egyébként nem biztos ez a kiesés, hiszen ezzel együtt még 4 forduló van hátra. Tehát 12 pontot lehet addig szerezni. És az utolsó 6 csapatnak, tehát a THS a szabad kikötőtől egészen az András Hidáig csupán 5 pont különbség van. Tehát izgalmas végjátékra van kilátás. Ugye már nagyjából már az NB1-et is sejthetjük, hogy ki fog kiesni. Eddig egy csapatról tudunk biztosan, akivel jövőre találkozni fog az Ajka az NB2-be, az pedig a Szombathelyi Haladás. Mellette még vannak jelöltek, ilyen például a Kisvárda, az MTK. És a TVTK is. Círják kirúghatja ki a labdát. Balog jön ki a kapujából, szépen kipasszolja oldalra. Horváth Dánielről tudtommal nincs olyan információm, hogy sérült lenne, de hát egy kis pihenőt kapott Schindler Szabolcstól, és Balog had végezze dolgát. Most ő véd. Legutoljára egyébként az Érd ellen védett, és bomba formában volt, nagyon jól védett. Azon a meccsen az ajkai drukkolók, vagy szurkolók szerint mérkőzés egyik legjobbja volt, ha nem a legjobbja. Horváth Péter nagyszerűen őrzi meg a labdát, tovább passzolja. Nagy, gyönyörű testsel. Beadás annyira nem, de odapattan, távoli lövés, Círiáki fog, véd. Ez tetszik az ajkai szurkolóknak. Hallatszik ez mögöttem is, mellettem is. 150-200-an látogatta ki erre a mérkőzésre. Ebbe a nagy hidegbe is. És az ajkai játékos pedig Marsait szépen fölrúgta. De hál' Istennek nincsen sérülés. És lap se került elő. Szöglet következik. Elvégezhetik a kékvezes vendégek. Van nagy hidegbe. Nagy fázás közepette még a
beszéd is néha-néha eléggé rosszul megy. Nézzük, mit tudnak előorázsolni a vendégek a puttonyaikból. Egyelőre semmit, az ajkai védők tudják a dolgukat, és kontrázni is lehet akár. Círjáki. Kivágja a Pákai rossz emberhez. Támadhat az András Ida. Meg is lódul a játékos Szabó. Bepasszolja a gól, vezet az András Ida, de les miatt érvényteleníti Révész Csilla, vagyis inkább a játékvezető. Révész Csilla mutatta lest. Úgyhogy nincs. 1-0, 0-0. Valók jelezte a játékvezetőnek, hogy ez les volt öreg. Játékvezető meg... Ja, tényleg! Egyébként igencsak szépen jön ki a saját tér feléről az András Ida. Tehát egyébként erre várt szerintem mindenki. Hogyha már utolsó a csapat a bajnokságban, akkor már mindent be fognak követni. Mindent vagy semmit alapon. Legutoljára a két csapat egyébként 2018. október 28-án csapott össze. Zalaegerszeg András Idán. Akkor sima 3-0-ás ajkai sikert könyvelhettek el. 23. percben Nagy Krisztián szerzett vezetést, a 33-ban az előny növelte Csizmadia, és a 82-ben pedig Olán László talált be. Hányadik volt az első gól? 23. Mindjárt megvan akkor. Tehát akkor se született korai gól. Most azonban még születhet. Nagyszerű indítás, 16-oson belül, és a védő pedig nagyon szépen helyt állt. A vendégvédő. De csak mert még a 21. percre. De azonnal támadunk vissza. Olá. Kenderes. Kenderes visszakapja a labát 16-oson belül. Nem jó. Nem tudta pontosan levenni. Jó iramú mérkőzés. Ez eddig az első 21 perc alapján, nekem tetszik, távoli lövés, nem jó, lepattan a védőről, Pákai. Még van két perc. Csemer. Csemernél van most, elnézést. Ja, hátulról összekevertem egyébként Csemert és Csaba Dánielt. Egyébként 2-0 az eredmény. Lehet, hogy azért, mert egy egyesületnél játszottak, mármint nem együtt. Egyet sem már 4-5 évvel idősebb. De ugye ő is a Honvéd csapatától érkezett, ugyanúgy, mint Csaba Dániel. Így messziről a hajszínük, magasságuk egyezik. Különben azért kezdtük később a közösségét, mert mindig a 23. percben mondjuk az első gól. Kék vezessek gyönyörűen őrzik a területet. Az kim volt, ezt jelzi is a partjelző. Bognár László. Dobhatnak a hazaiak, amit végre is hajtottak. Csaba. Ez egy nagyon rossz passz volt, vagy átadás, de így lett jó, mert bedobás. Támadás kialakulóban. Nagy Erik. Csemer. Csemer megcsinálja a cselt, elvállalja, és nagyon ellövi. Hát ez még az eredményjelző mögé esett jó sokkal. Nem baj, első próbálkozásnak jó,
a következő az gól lesz. Hogy is van a mondóka? Meglőtte. Itt pont fordítva történt. Ez meglőtte, és elment vadászni. A legtöbb megyei bajnokság is egyébként a vége felé közeledik. Mondjuk májusban, hova közeledjen. És itt nyugaton az, aki egyébként föl fog jönni, az egyik, az tudtommal a Lipót csapata. Úgy hallottam félfülel, hogy rendelkezik NB3-as licenszel. A bajnokságot már matematikailag megnyerték. Úgyhogy ők feljönnek. Nem, de az Ajka meg még följebb megy, úgyhogy nem fognak egymás ellen játszani. Maximum két év múlva, ha felkerül a Lipót NB2-be. Sokan úgy mondják, hogy az Ajkai csapat egyébként most annyira együtt van. Nagyon nyom az András videó, nagyon nyerni akar. Hogy NB2-ben ez egy meghatározó csapat lehet az első években. Tehát középmezőny, vagy akár élmezőnybe is kiköthet. De hát ez majd csak akkor fog kiderülni. Az András Ida pedig nagyon jól játszik. Úgy gondolom, hogy erre a játékosok számítottak, mint az Ajkaiak. Mindent vagy semmi alapon előre törnek. És egy jó 27-28 méterről, akár 30-ról szabad rugással jön a vendég együttes. Aki elvégzi a szabadot, az Tóth lesz. Bár mondjuk hárman is ott állnak, én pedig csak a hetesmes számú fiatalembert mondtam. Én rátippelek. De akár még, vagy akár más is elvállalhatja. Tóth a labda mögött. Ám nem ő lövi el, távoli lövés, óriási. Éppen hogy csak mellé, Nagy Zoltán volt, aki elkövette ezt a lövést, majdnem beakadt. Ez is egy figyelmeztető az Ajkaiak számára, hogy itt az ideje gólt lőni, mert az még rosszabb, hogyha kapunk. Nagyerik tökéletesen oda ment a labdáirám, a partjelző azt mutatja, hogy az András Idaiak jöhetnek. Egyébként az András Idai klub 1952-ben alakult. A mezzük, vagyis a klub színei, a kék és a sárga. Igaz, hogy most fekete és kék szerelésben láthatjuk, de kisebb fajta megtévesztésnek betudhatjuk ezt is. Sikerei közé pedig az tartozik, hogy 2006-2007-ben láttam. 2006-os, 2007-es idényben és a 2012-13-as idényben NB3-as ezüstérmet szereztek. Azóta úgy különösebben semmi nem csatlakozik hozzájuk, vagy tartozik hozzájuk. Bár még említésre méltó az is, hogy az idei évben, vagyis a 2018-19-es tanévben, idényben a Magyar Kupába szépen meneteltek. Ugyanabban a fordulóban esett ki, ahol az Ajka is, erre később visszatérek, hiszen támadás. Horváth Péter szépen cselezik, nagyon jól passzolja be, ám szírják ki. A labdára mozgott és jól jött ki. 0-0 a 28. percben. Tehát az András ide eljutott a legjobb 16 közé a Magyar Kupába. Ott a későbbi elődöntőben kihulló Soroksári együttes ejtette ki 4-2-es összesítésbe. Még az Ajka 4-3-as összesítésbe búcsúzott, vagy búcsúztatta a Debrecen. Soroksár egyébként hatalmasat menetelt Lipcsei Péter vezetésével. A Honvéd ellen játszotta az elődöntőt. Az első meccsen 2-1-es Honvéd siker, a második meccsen azonban 3-0-ra győzött a Honvéd, ugye amikor már kitámadott teljes mértékben, a végén kapták azokat a gólokat. Az utolsó kettőt, az elsőt büntetőből a 12. percben. Ezt a mérkőzést igen komoly figyelemmel kísértem végig.
21-es messzámmal pedig Kalamár fekszik a fűön, most már föláll. Egyébként a legutóbbi mérkőzésnek a 30 helyett a 21. percében piros lapot kapott, de szerintem ezt elírtam, mert nem a 21. percében, hanem a 61. percében kiállították, úgyhogy az utolsó 20 percet összelember előnyben játszhatta le a Veszprém megyei együttes. Pontatlan labda. Ez nem igen tetszik a szurkolóknak, azért is maradnak csöndbe. Kenderes, elveszti. Bedobás, nagyon jó. Továbbadják a labdát. 16-os előterében egy távoli lövés. Hatalmas Círjáki bravúr, nagyon jó volt a lövés is és a védés is. Az a labda nagyon beakadt volna abban a alsó sarokba, ám nem így lett. Az állás fél óra elteltével 0-0. Egyébként Dobos Sándor, az András Ida vezetőedzője. Profi játékos volt az 1990-es évek elején. Az Alaegerszegben játszott. És akik igazán a futball fanatikusai, azok számára hamarosan elmondom, hogy melyik mérkőzésen lépett pályára, szabadrúgás kifele. Ugye most fel fog szabadulni a vendégkapu, ezért elmondhatom, hogy 1992. április 4-én az FTC az Alaegerszegen játszott, két barátságban lévő csapat, ám szurkolók mindig kemények. 7-0-ra verte meg a Fradi az Alaegerszeget, és azon a mérkőzésen is pályára lépett Dobos Sándor, az András Ida vezetőedzője, miközben igen komolyan föltámad a szél. Nem elég, hogy hideg van, már ez is. Labdaszerzés. Csodaiak is megszerzik. Próbálnak labdát szerezni, majd pedig később gólt. Azt, hogy ez mikor jön össze. Ez egy jó kérés, távoli lövés. Balogh pedig nagyszerűen véd. Jár is neki a taps. Egyébként az Ajkai együttes hazai pályán nem kapott gólt az NB3-ba 2018. szeptember 2-a óta. A Magyar Kupában ugyan kapott. 16-oson belül az András Idaiak, rossz passz. Távolról akár lehet próbálkozni. Büntetőt reklamálnak. Ám nem jön össze. Hát az messze volt a büntetőtől, már meg is. Szabó fekszik. A játékvezető szerint ez semmi nem volt. De egyébként ezek a kis kiugratások. Ezekkel számolni kéne az Ajkaiaknak. Ez előbb-utóbb lehet, hogy ilyenből megszerzik a vezetést. Harmadik perc, ahogy András Ida 0-0. Kenderes. Nagyon jó, nagyon jó, Nagy Krisztián rálőheti, és a védő pedig nagyon szépen rajta volt. Nagy eszén most egy kicsit túljárt, de a szurkolóknak ez tetszett. Érzik, hogy gól illat van a levegőbe. Talán most Csemár vonul oda a szögletet elvégezni. A 34. perc, Ajkai szöglet.
és az összes feje mellett elhaladt, pedig három ajka is felugrott. Ugye elfejelje, hát hihetetlen, összegabolyodik a nyelvem. Hidegtől az. Ilyen pálinkát. Azt kéne. Kontrázik az Andrássyda. Nagyon szépen megindul az Andrássyda játékos. Hú, mekkora pocsolya van ott. Elképesztő nagy bravúr. Horváth Péter volt. Horváth Péter mekkorát sprintelt és milyen szépen kivágta. Nálam eddig ez volt a meccs momentuma. Ügyesen és okosan meg is oldotta. Bedobás. Tizenötösön belülre száll a labda. Kicsit visszapasszolják. Bajló beadja. Bajló most adja be. Megpattan. Úgyhogy újra szöglet következik. Immáron a mérkőzés 35. percében. Kicsibe elvégezték. Beadás. Kölesfehérről kikerül. Ám. Zala megy a játékoshoz. Marsai. Nagyon jól játszanak kis területen. Többen is mutatják, hogy les. Köles volt a leghangosabb. Balog jöhet kirúgással. Az utóbbi két hétben egyébként nem volt ilyen rossz idő szerintem. Amikor elindultam otthonról, még pólóval lehetett közlekedni, ám leutazva ajkára. Kis farmer kabát is elég élenke öltözett, hiszen nagyon hideg van. Rossz passz. Bedobással jött Horváth. A csapatkapitány, ez Andrássydaiak csapatkapitánya. Csemer szépen elfejeli Horváth Péternél a labda. Belevágja az Andrássydai játékosba. Én szerintem, pedig nem, hanem kirúgta. Dobhatnak a vendégek. Jelző is jelzi, a labda teljes terjedelmében kim volt, ajkai bedobás következik. Őszintén szólva, nem tudom, hogy mit miért. Andrássydaiak dobhatnak, szöglet következik. Kicsit félve mondtam, ki tudja, talán a partjelző ezt máshogy gondolja. De nem. Szögletet. Lemarad róla a játékos, de a másik nem, az ajkaiak pedig tökéletesen kivágják. Akár lehet ebből kontrázni. Nem? Nem, kicsit lemaradnak. De most!
kenderes a labdával. Épp hogy visszapattan az ajkajakhoz a labda. Harminckilencedik perc. És támad az ajka. Talán arra fúj a szél, vagy miért sodródik mindig ki arra a labda? Nagy kört ír le, vagy félkört. Csemert Gyula. Kenderes. Beadás, nagyon jó! Kapusnak reméljük nem esett baja, nem? Nem is találták el. Círják ki. Dobhatja ki, vagy akár rúghatja ki a labdát. Balognál köt ki, egyik kapustól a másikig. Csemer. Nagyon jól észreveszi csapattársát, ám a kivitelezéssel kisebb probléma volt. Csemer ott ugrálgat. Horváth dobja a labdát. Zajkajak jöttnek bedobással. A partjezőnek nem tetszik, hogy előre jött a vendégjátékos, vagy 10 méterrel. És onnan végezte el. Köles János. Nagyon jó labda. Most már látod, miért vett el az előbb. Marad a Veszprém megyei együttesnél a labda. 41. perc. 0-0. Találták meg a csapattársukat benne. Az adrás ideje kioszták, ám tacsra játszottak. Szabadrúgás következik, amit kicsiben is végeznek. De ajkai fejig nem jut el a labda. Egyébként a mérkőzésre vendég drukkerek nem érkeztek. Vagy csak láthatatlan mezbe öltöztek. Többen is kezet reklamálnak, a bíró pedig nem látta. Tehát nem történt semmi. Kenderes. Vissza Kendereshez. Kenderes, nagyon jó. Passz is nagyon jó, Pákai. Sarokkal, oda zavarunk még egy kicsit, Kenderes, el kell vállalni, nagy Erik mellé. Semmi gond. Mondtam, hogy nem így kell mágnesezni a rómpa. 42. perc, 0-0. Az András Idaiak csapatkapitánya mutatta, hogy igyekezzen a kapus, a saját kapusuk. Nem érnek rá itt áldigálni a hidegbe. De az ajkaiak labdát szereznek, 16-oson belül már, beadás pedig nem jó. De egy ajkai feje száll lő, és mekkora bomba volt! Majdnem beakadt! Az eddigi legszebb momentum, amit legjobban tapsol meg a hazai publikum, az ez volt itt a 43. percben. Círják ki, rúgja ki. Egészen távolra. A ajkaiak nagyon határozottan odalépnek, szabálytalanság nélkül.
Balog. Köles. Nem jó. Nagyon jól játszik egyébként az András Ida, tehát a védekezésre nagyon jó, a kontráit is nagyon jól szervezik meg. Tehát hogyha ez alapján kéne megítélnem a csapatot, akkor nem tudom, hogy miért a tabella legutolsó helyén vannak. De hát ez egy idény munkája, nem pedig egy mérkőzés miatt van így, úgyhogy biztos megérdemelten. Mekkora Tócsa távoli lövés. Balog pedig le is megy rá. Hamarosan jelezhetik, hogy hány perc hosszabbítás lesz. Szabad rugás. Az ajkaiak rúghatják. Horváth Pétert oda inti a játék, azért, hogy onnan kell elvégezni. Én a Horváth Péter helyében ilyen lábbal ráküldeném kapura. Aztán 1-0-val mehetnénk pihenőre. Mindjárt kiderül, hogy igazam volt-e, de az is lehet, hogy beadja. Horváth Péter a labda mögött. Egy 5. percen túl vagyunk, Horváth. És a kapu mellett elhalad. És ezzel a momentumon ért véget egyébként az első félidő. A játékvezető lefújja. 0-0-val vonulhatnak az öltözőbe a csapatok. 15 perc és jelentkezünk ismét. Mint megígértem, vissza is tértünk a második fél időre. Ajka Andrássida 0-0-ról folytatódik. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt a végeredmény. Az Andrássidának nagyon kellenének a pontok. De azért azt is tudhatja mindenki, hogy Ajkán nem egyszerű távoli lövés. A bal kapufa mellett éppen hogy csak elhalad. Nagyon jól indul. A második fél idő 29 másodperc kellett az első komoly helyzetig. Sajnos még 0-0 az állás. Az első fél időben egyébként egy pontatlan információt vettem észre, ugyanis nem lesz adatbankon. Az MLS adatbankon úgy volt feltüntetve, hogy Keresztes Krisztián játszik, ám nem. Kenderes játszik, őt nem mondtam. Az elíráson egyébként már dolgoznak, már javítják ki. És most már én is pontosabban tudok dolgozni. Balog készül kirúgáshoz. Amellett, hogy egyébként egyezik a vezetéknevünk, ugyanabban a hónapban és ugyanazon a napon is születtünk. Csak a jelenlegi kapus, tehát Balog, ő 5 évvel korábban. Ő egyébként nagyon fiatalon ide került Ajkára, 12-13 évesen is már itt utánpótlás csapatban játszott, majd később Balatonfüreden is megfordultam, itt kötött ki. A tavalyi szezont végigvédte. Szél.
párosul hozzá. Szirjék. Köles szerzi meg a labdát. Mit fog vele kezdeni? Tessel nem jön össze. Egyébként a két vezetőedző, Dobocs és Schindler, látomásra nagyon jóban vannak egymással. Ugye a mérkőzés előtt 15-20 percet is beszélgettek egymással. Külsőleg igencsak barátságos beszélgetésnek tűnt. Mosolyogtak, magyaráztak. Úgy gondolom, hogy nem először találkoznak. Beadás. Balogh pedig megfogja. Majd kirúgja előre. Hú, mekkora kirúgás volt. Ha egy 20 méterrel jobbra tartott volna a labda, akkor kapura veszélyes lett volna, így nem. És egyébként pont a szünetben operatőr kollégámmal beszéltem arról, hogy az ajkai kapus, aki most cserepadon ül, Horváth Dániel, pályafutása során már szerzett találatot. Nem is egyet egyébként, hanem kettőt. Volt olyan mérkőzés, ahol ő kezdte meg a gólgyártást. Ha jól emlékszem, még Moson Magyaróvár ellen, U14-es csapatba. Mákai válláról kipattan a labda, a bedobás. Zúg az ébresztő. Az első fél perc. Jó volt itt a második fél időben, aztán inkább az András Ida akarata érvényesül jobban. Bedobás, 16-oson belülre fog szállni. Kettő ember mellett elmegy, az András Ida játékos majd a lövést. Ugye a lövésbe beleérnek az ajkaiak. Beadás. Nem jó. Itt az ideje valamint változtatni a csapat szerkezetén, mert egyelőre nem lehet kivenni pontosan, hogy az ajkai csapat mit akar. Kicsit fáradtan játszanak, vagy nehezen veszik fel a mérkőzési ramát. Hiába próbálkoztak többször és veszélyesebben. Az állás tükrözi az eredményt, vagy inkább a mai meccsbe fektetett munkát. 0-0. Csizmadia. Csaba. Hatoson belül kivágják a labdát a vendégek. Beadás. András Hidaiak ügyesen odaértek, az ajkaiak pedig szerencsétlenül nem tudták kihasználni a lehetőségeiket. Elkapja a labdát, Olá, Olá lő, Olá! Éppen hogy csak elhalad a kapu mellett, de azért, mert a kapus kitolta balra. Szöglet.
A mérkőzés 53. percében, ahol az állás jelenleg 0-0. Elvégezzük még most a szögletet. Horváth Péter beadás, a fejéről pedig fölé megy, hát nem jó. Schindler Szabolcs nevét egyébként most igen hangosan énekelték. Nem érdemtelenül. Hiszen elképesztően jól összefogta ezt a csapatot és bajnoki aranyra vezette. Ami az utóbbi években nem sikerült. Bedobás. Az ajkaiak dobhatnak. Mi? Hideg? Hol van meleg? Kenderes, Horváth Péter. És az András idai játékos, Horváth. És most lehet megindulni, nagyon jó, Horváth Péter előre tör, Horváth Péter pontosan le is passzolja, olá! Hát az nagyon csúnya volt. A kék 92-es iszonyatosan belerugott, tehát Nagy Zoltán belerugott olába. Tyűha, hál' Istennek nem történt semmi komoly. Véletlen voltam. Azért jó pár játékvezetőnek ott már. Mi a baj? Lapos a labda? Előorázsolt volna egy lapot zsebéből. Csemrés Horváth Péter a labda mögött, a két legjobban rúgó játékos, mert itt pontrugásra értem. Horváth Péter egyébként amúgy is nagyon jól rúg. Két-három meccsenként ragaszt egy bombát az ellenfél kapujába. De most Csemer fut neki, Csemer, ott a helyzet, és ez is mellé ment. Nem akad be, nem akad be, és nem akad be. Cirjék egyébként rajta volt, de megkockáztatom azt, hogy ez befért volna a bal alsóba, hogyha kapura tart, de éppen csak elhaladt mellette egy kicsivel. Egy András idei játékos a földön. Elesett a vizes fügó. És a földön is marad a vendégjátékos. Fölpattan, Sántikár. Kenderes tovább. És ebből lehet kontrázni. Támad le az ajkai csapat. Veszélyben az András idai kapu. 16-oson belül a labda. Megtolják mellette. Szöglet. Orra,
Az ajkölyök most futnak be a 16-oson belülre. Ez így jó. Orvát Péternek jó lett volna, nem? És még húzóckodik egyet. Círjék. Ezután gurítson le egy fehérjességet. És nyára kész is van a bombaforma. Kapus kirúgás a mérkőzés 58. percében. Az állás továbbra is 0-0. Mikor fog megtörni a jég? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon rossz átadás, pontatlan volt. Az ajkővédők könnyen meg is szerezték. Labdaszerzés. Most lehet megindulni és meg lehet szerezni a vezetést az ajkai csapatnak. 16-oson belül Círjék mellett be kell gurítani, nem jó. Nem jó, nem jó. Már nagyon érik az ajkai találat. De még mindig nincs benne. Szélen Köles teljesen üres. Őt kéne megjátszani. Ismét egy kékmezes a földön. És ők jönnek. Hú, de rossz. Húha. Kenderes. Horváth Péter, nem jó. Szabálytalanság nem volt, Horváth Péter. És ez pedig szabadrugás a kaputól. 24-5 méterről, Csemer Gyula nevét kiabálják, őt várják oda. Lap továbbra se jár. Előbb Csemer rúgta. Most nem biztos, hogy ő fogja. Én azt mondom, hogy most rúgja Horváth Péter, varja föl, aztán egy lépéssel közelebb a győzelemhez. Nem Horváth rúgja, kezet reklamálnak. Nem jó, nem jó, nem jó. Fél óra maradt hátra a mérkőzésből, az állás továbbra is 0-0. Itt az ideje megindítani a gólzáport a hazaiaknak. Igen, egy cserél, nem? Vagy cserél a fél időben? Egyébként még egyik csapat se cserélt. Nagy Eriknek odarugott kékmezes 25-ös. Elkezdte keményen játszani. Marsai rugott oda. Le a kalappal, aki ezt elviseli. És higgadt marad. Távoli próbálkozás, nem jó. A mérkőzés ember eddig egyébként a 12. játékos, tehát inkább a szurkolók. Voltak nagyon szép akciók, ám de nem ér semmit, hogyha nincs gól. Pákai. Balog. Fejjel megcsúsztatják az ajkaiak, és most lehet megindulni, Nagy Krisztián pedig lője meg a mérkőzésen 24. találatát, vagy jegyezzen ma gólpassz, és Nagy Krisztiánról meg kikerül.
Kölesfehérről Kölesfehéig, és Kölesről megy ki. Horváth Péter egyszerűen szerez labdát. Megindulnak az András idei kapu felé, be kell adni, nem jó. Círjék ismét megfogja a labdát. 64. perc, 0-0. Végzik, és Zajkai térfélen motoszkálnak. Beadás, Valog nagyszerűen jött ki a kapujából, jár is érte a taps, Köles pedig indul, viszi a labdát. Horváth Pétert megindítja tökéletesen, nagyszerűen veszi át. Horváth Péter beadja, nem jó. Nagyon nem jó. Lassan talán itt az ideje az első ajkai cserének, amit többen is kiabálnak a nézőtéről, Horváth Péter. Én Harsányit most megnézném elől. Igazolása óta kevés játék lehetőséget kapott, pedig már NB1-ben is szerzett gólt. Ajkai labdaszerzés, majd egy pontatlan labda. Nagy Krisztián csúszott oda, és a játékvezető pedig egy sárga lappal jutalmazza tettét. Az András idei játékos pedig tavalyi Lazovicsot idézi, aki NB1-be akkor átfetrengett, hogy már lassan nem Oscarért jelölték. És az András idei játékos felkel, és megy tovább, odaszólt neki, hogy a játékvezető oda szólt az András idei játékosnak, hogy nem éri még színészkedni, mert ő is kapni fog egy lapot. Előrébb indul az egész mezőny. Jó. Dobhatnak az ajkaiak. Nagyerik, átteszi a másik oldalra a labdát, 16-oson belül. Kisodródunk, nem jó. És az András ide támadhat. De az ajkai védőkön nem lehet. Vagyis az ajkai védők eszén nem lehet túljárni. Kivéve most András idei szabad. Szabad rugás, bedobás, hát már én sem tudom, hogy mit beszélek. Szurkolók nem elégedettek a látott játékkal. Indítás, lesről szó sincs. De nem tudjuk beérni azt a labdát.
középpályáról jöhetnek szabadrugással a vendégek, akiknek egyébként a bemaradásira 3 pont kell. Vagyis hát kéne az elkövetkezendő 3-4 meccsen, ezen kívül 3 meccsen persze. Az ajkaiak pedig nem azért álltak ki, hogy vereséget szenvedjenek, nem jó. És szabadrugás. És sárga lap. Bíró kapta egyébként vendég oldalon a sárga lapot. Az a oldalon is van már egy 5 perce, kapta Nagy Krisztián. Aki egyébként 23 találattal a góllövő lista élén található. Második helyen a BKV, előre játékos a Balogh Bence. Harmadik helyen pedig 17 találattal Olá László, szintén ajkai játékos. Páran egyébként a nézőtéren azt beszélik, hogy hazamennek. Az ajkaiaknál van a játékszer. Ez egyébként az idényben az utolsó előtti hazai bajnoki mérkőzés. Horváth Péter ellőtte. Nem baj. Miközben operatőr úr autóját eltalálta, én azt mondom, hogy a következőhoz be fogok adni. 20 perc maradt hátra a rendes játék időből, továbbra is 0-0. És 3-4-en el is indulnak haza. Olá! Gyönyörű kenderessel. Szabad rúgás. 30-32 méterről. Ám csere. Vendég oldalon történik. 7-es jön le, 99-es érkezik. 99-es számmal Bontó Marcell. Bontó Marcell lép pályára. Tóth helyett. Balogh pedig nagyon fázik, úgyhogy ő is elkezd ide-oda mozogni. És legszívesebben azt csinálnám, szabad rugás. Horváth a labda mögött, úgyhogy mindjárt egy nulla. Nem, távoli kenderes próbálkozás, óriási bomba! Szirjék nagyon szépen kivédte. És kifele. Kirúgás. Kenderes majdnem betalált. Nagyszerű labdaszerzés. Indítás! Hú! Pocsolya. Nagyszerűen oda ment Nagy Erik, ám nem tudta megszerezni a labdát.
Andrássy Dajak megindulnak. Partjelző szerint lesről szó sincs, 16-oson belül, lövés, és elmegy a kapu mellett. Hát majdnem vezetés szerzett a 74. percben az Andrássy Dajak gárda, hál' Istennek elment egy kevéssel a kapu mellett. Ismét egy figyelmeztető jel. Ideje már az ajkaiaknak gólt lőni, vagyis hogy az ajkaiak rúgják. A balok kirúgás. Köles. Köles nagyon jól megőrzi a labdát. Beadja. Nem jó. Kenderes. Lepasszolja oldalra. Átjátsszák Horváthoz, vagy át akarják játszani Horváthoz, de szöglet következik. Etven, 5. perc. Horváth Péter végzi el a szögletet. Ott a lepattanó. Nem későn érünk oda, és a pocsolyába pedig Olá elcsúszott. Köles dobhatja be a labdát, az ajkai hajítógép. Bedobja, majdnem a ötösig elmegy. Andrássy Dajak játékoshoz ér a labda. De visszakerül az ajkaiak birtokába. Negyed óra a rendes játékidőből. Nagyszerűen elfektette ellenfelét, de nem jó. Köles bedobja Kendereshez. Kenderes beadja. Fej. Szöglet. Adás. Nem jó. Csere. Horváth Péter jön le, Major Norbert érkezik. Horváth Pétert megtapsolják, meg is érdemli. Major Norbert már másfél hónapja emlékeim szerint nem lépett pályára. Úgyhogy itt van bizonyítási lehetőség. Van negyed órája megmutatni, hogy ővele lehet számolni az NB2-be. Olá nagyszerűen fedezze a labdát és támad előre az ajkai csapat. Kenderes. Vissza Olához, Olá, lepasszolja tovább, el kell vállalni, ott a helyzet, és a gól, vezet az ajkai csapat, erről van szó, 77. perc, megtört a jég, 1-0, Olá László a gólszerző, ha jól látom. Az Andrássy Dajakkal pedig lassan talán készülhet a Zala-megyeire, a Zala-megyei első osztályba. Így van, Olá László szerezte a találatot. Sokáig kellett vele várni. Egyből felélénkült a szurkolótábor. Olá László szerezte gólunkat. Eladják labdát
a vendégek, maradhat a hazaiaknál Pákai, Köles. Pákai. És most pedig Schindler Szabolcs nevét skandálják. Úgyhogy 16-os előterében Kölesnél a labda, Köles beadja, az majdnem, hogy kapura is ment. Cidiék rúgja ki a labdát Gyajkai fejre. És az ajkaiaknál is köt ki. Miközben belépünk a 80. percbe, dobhat az ajkai gárda. Beadás. Nem jó. Egyébként az utóbbi meccseken igen csak kitett magáért az ajkai gárda. Ugye a múlt héten megverték BKV előrét. Az előtti idegen meccsén a Csepel, vagyis hazai meccsén a Csepel érkezett. Őket itthon 5-0-ra, BKV-t idegenben 3-0-ra, és ezt a két csapatot egyébként összesítve, tehát az őszi mérkőzés figyelembe véve 10-10-0-val verte meg. Ugye a BKV előrét itthon 7-tel, idegenben 3-mal Csepelt, itthon is és vendégbe is 5-tel intézte el Schindler Szabolcs csapata. Az András Hidalgok pedig az egyenlítésért támadnak. Egyszerű az ajkai csapat védekezése, és lehet támadni 3-3 ellen. Ott a helyzet, vagy ott lesz. Kicsit babrálni kell a labda útjával, így a legjobb. Kenderes. Széről próbálunk betörni. Játékvezető lefújja. Marad az ajkaiaknál a labda. Újabb csere. Schindler Szabolcs cserél. Hamarosan látjuk a táblát. Molnár Tibor érkezik Nagy Krisztián helyére. Nagy Krisztián. Játékvezető talán azt mutatja, hogy ott menjen le. Molnár pedig be is jöhet, mert időhúzásnak vélte, joggal. Vissza kell vinni a labdát, jelzett a játékvezető. Majdnem. Kirúgás következik. Hát
szabadulnak itt az indulatok. Figyeld, majd figyeld meg, még tök sok perc. Nekiugrott az András idai játékos. Az Ajnak és Karász Milán pályára lép. Kijön le. Nagy Erik. Jár neki is a taps. Nyolcvannegyedik perc. Az András idaiak támadhatnak az egyenlítésért. Nézzük. Ajkai védelem ott van a toppon. Az András idaiak pedig emelnek, és Balogh pedig még ki, üti, és a kapuban marad. Ajajaj, reméljük, hogy nincsen baj, nincsen, jó. Játékvezető közbefújt, szabálytalanságot jelzett. Az Ajkaiak támadnak előre, 16-oson belül. Ja, játékvezető pedig egyértelműen int. Círjék rúghatja ki a labdát. És igencsak. Igen, csak feszült lett a játék. Egymásnak rohannak az emberek. Sárga lap. Mennyi sárga lapot hoz be ilyenkor magával a játék? Talán Olá László kapta. Nem, Kalász Milán kapott sárga lapot, aki most állt be egy perccel ezelőtt. Hozza a lemaradást. Ugye ő azért jött, sárkáért. És megint egy sárga lesz, vagy nem? Nem, játékvezető nyugalomra inti játékost. Talán Csemert, ha jól láttam. Pont, hogy legmesszebb van innen, és egyébként elkezdtek haza. Egyébként elkezdtek haza szállingózni a nézők. Most egy 10-20-an indulnak meg haza. Egyes információk szerint egyébként, amit én először mondtam, az badarság. Tehát nem 200-an vannak, hanem 300-350-en. Balogh pedig megfogja. Nyolcvanhetedik perc, Zuga bajnokcsapat. Idaiak igen csak keményen rúgósnak oda, a játékvezető is észrevette, úgyhogy szabad rúgást jelzett. És csere. Vendég oldalon. 16-90, ha jól látom. 90-es jön be, és 16-os jön be. Nem, 16-os jön le, 90-es pedig be. Szurkolók hangja nagyon nagyot zúg itt a stadionban. És szöglet. Összekeverte a kaput. Játékvezető asszisztens se tudta, hogy először mi van. Révész Csilla egyszer azt mutatta, hogy kirúgás, majd pedig meggondolta magát, és a szöglet zászlóra mutatott. Igen.
Ott a helyzet, nincs ott a helyzet. Ez gyorsan is dőlt. Kenderes. Köles. Be lehet adni. Fejjel, nem jó, les. Nem értenek egyet az asszisztenssel. 89. percben járunk, és hamarosan 20 másodpercen bele is lépünk a 90-be. Ajka András ide, 1-0. Kibombázzák előre a vendégek. És lerántják egymást, megint keménység ide-oda. Van 9-ből pedig már át is értünk a 90. percig. Hosszabbításra nem látok sok okot. Ezt csak azért mondom egyébként, mert elképesztően hideg van. Az arcom is mondhatni lefagyott. Minden egyes mondatnál, mikor kinyitom a számat, fájdalmat érzek. Nyilván nem, de azért elég komoly itt az időjárás. És elszállingóznak a nézők. Körülbelül itt a 3 perces hosszabbítás. Körülbelül itt a főbb nézőtéren 100-150-en vannak. Ott a helyzet, és ott a második gól! Miről maradtak le, akik elindultak haza? Miről? Hát egy gólról, igen. 2-0. Molnár Tibor, ha jól látom. Így van, Molnár Tibor szerezte a gólt, fejjel is, úgyhogy talán ő a csapat legalacsonyabb játékosa. Nagyon örül a gólnak, szemmel láthatóan. Szinte mind az Ajax meccsen. Schindler Szabolcs nagyon jól cserélt, Molnár Tibor pedig a bizalmat góllal köszönte meg edzőjének. Ajka András ide, 2-0. Nem épp május közepi időjárás van. Kivágják a védők, nagyon jól, és lehet venni a harmadikért. 4-2 ellen, belebotlik a saját lábába az Ajka játékos. Túl nagy volt az iram. Kenderes nagyon szépen megy ide-oda. Köles pedig nem tudta bent tartani. Pákai pedig, mint egy betonfal, nem tudnak rajta túljutni. Schindler Szabolcs nevét megint skandálja a közönség. De még van egy András idai szöglet. Okozhat kellemetlen meglepetés, de bosszantót már nem, hiszen legrosszabb esetben is 2-1, de hát az Ajka 2018. szeptember 2-a óta nem kaptak hazai pályán gólt NB3-ba. És szerintem ezen a napon se fognak kapni. Nagyon szép labdaszerzés Molnár. Nem jó. Az András idai védő ott volt, ahol lennie kellett. Kéz, szabadrugás. Jó, 25-26 méterről. Köles felé tart a labda. Köles az oda került, Köles beadja. Fejről. Ott lehet a harmadik. Kapufa. 3-0! Ott van!
teljesen kiszolgálják a nézőket. És a játékvezető pedig ezzel fújja le a mérkőzést. Ajk András ide 3-0. 3 gól, 3 pont. Érdekes mérkőzés. Az utolsó 10 perc előtte az Ajka a puskaport. Így kell. Kalász Milán, tehát megint egy csere talált be. Nagyon megköszönik Schindler Szabolcsnak a bizalmat. Gólokat szereznek a cserék. Szurkolók örülnek. Újabb 3 pont. Ugyan már biztosan az Ajka a bajnok, de jól esett ez a 3-0. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes pihenést vasárnap délutánra estére. Viszont hallásra!